Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Quintus Horácius Flaccus Krisztus előtti 65-től 8-ig élt. Az antikvitás költőfejedelme. Apja felszabadított rabszolga, aki leleményes pénzember, pénzváltó volt. Manapság bankárnak vagy uzsorásnak mondanák. Így a költő jó módú fiúként nevelkedett, bizonyja lelkesedett a nagy hagyományú köztársaságért. 21 éves, amikor Brutus és társai a köztársaság védelmében megölték az egyeduralomra törekvő Julius Cézárt, Önkéntesként állt a köztársaságot védő Brutus és Cassius seregébe, hogy harcoljon a Cézár örökségét folytatni akaró Octavianus és Antonius ellen. Ezzel indult a polgárháborúk gyilkos korszaka. Az első döntő ütközet a Filippinél vívott csata volt, amely Octavianus és Antonius győzelmével végződött. Horáciusnak én már tiszti ranggal, ott kellett volna lennie, de addigra már nem látta a testvérháború értelmét, és az is kiderült, hogy nem alkalmas katonának. Később egyik öngúnyoló versében bevallotta, hogy úgy félt az öldökléstől, hogy az összeütközés kezdetekor pajzsát, fegyvereit eldobva menekült, vagyis katona szökevény lett és meg sem állt Aténig, ahol békés otthont talált a nagy hírű iskolákban titkos üzenetváltásokból apja megtudta, hol van, a gondos családfő óvta, hogy egyelőre hazatérjen. Titkos küldöncökkel bőségesen ellátta pénzzel, hogy gondtalanul tanuljon, amit csak akar. Ő pedig lelkesen tanulta a sokféle tudnivalót, amit a híres aténi iskolák ígértek. Nem csak a görög nyelvet, de a görög irodalmat és a görög tudományokat, köztük az egymással is vitázó görög filozófiai tanításokat is könnyen szórakozva tanulta. Élte az ifjúság színes életét tudományos előadásokon, vitákban, kocsmák eszemiszomtársaságaiban és a nőknek abban a forgatagában, amely majd otthon is nagy hírű költőként is, mint halálig kísérte. Mértékletesen, de okosan kihasználva a napokat, fejlődött magas művészetté költői képessége elragadták a görög költészet változatos versformái, egyszerre lelkesítette szaffó szerelmes költészete, alkályos férfias, hazátféltő pátosza és anakreum bordalai. A tanuló és tanulni akaró sok felül összegyűlt, részben katona szökevény fiatalok társaságában ismerkedett össze Vergiliusszal. Hamarosan felismerték egymásban nem csak a költőt, de a jelentékeny költőt is, Barátságuk otthon és az irodalmi életben is, Vergilius haláláig tartott. A polgárháború vérengzése még jó ideig kísértett. A győzelem után Octavianus és Antonius egymás ellen fordult a főhatalomért, de Rómában már Octavianus volt az úr, Antonius pedig Egyiptomban szövetségese és szerelmes párja Kleopátra mellett a déli és keleti tartományokban uralkodott. A végső leszámolás még hátra volt, de Itáliában elkezdődhetett az újjáépítés, a lerombolt falvak és feldúlt szántóföldek rendbehozása. Vergidius sietett is haza. Ha Oktáviánus rendet tud csinálni, békis életet teremteni az elpusztított vidéken, neki mellette van a helye. Ő paraszt fiúként indult, nem csak a szerelmes pásztorok életéről akart szép verseket írni, hanem a földművelés, pásztorkodás, gyümölcstermesztés, méhészet tudnivalóiról kívánt, messzehangzó költeményeket alkotni. Horácius azonban úgy látszik apja levelekben biztatta, hogy maradjon csak a veszélytelen messzeségben, amíg a már császárrá készülő Oktáviánusz amnestiát közkegyelmet nem ad Brutus egykori katonáinak, és minden katona szökevénynek akármelyik oldalról szökött meg. Horácius tehát várt. Vergérius azonban otthon hamarosan megismerkedett azzal a mecénásszal, aki nem csak a legkitűnőbb irodalmi szakértő, írókat, költőket pártfogoló férfiú volt, de Oktáviánus jó barátja, tanácsadója, hamarosan a készülő császári rendszer kulturpolitikai támasza. Mecénász azonnal felismerte Vergériusban a teendők legművészibb és leghatásosabb kifejezőjét, ma úgy mondanók, propagandistáját beajánlotta Oktáviánushoz, akit ekkor már, ha még nem is császárnak neveztek, de a szenátus elnöke, Princeps senátus címen már Itália kizárólagos ura volt. Vergilius pedig mecénászon keresztül a legfőbb hatalomnak is beajánlotta Horáciuszt, akihez el is érkezett a kegyelem. Az Aténban addig igen sokat tanuló és költőként sokat fejlődő egykori katonaszökevény tehát Veszélytelenül hazatérhetett, mecénász pedig a nagyon okos és nagyon vonzómodorú fiatalembert azonnal szívébe fogadta. Még azt is megértette, hogy az ifjúkori eszméiben csalódott, a polgárháború pártviszájaitól idegenkedő költő egyelőre legalábbis nem kíván a politika közelébe kerülni. Verseiben már mutatkozott az a megbocsátó gúny és öngúny, a szókimondó vád és a megértő megbocsátás, ami akkor is jellemezte, amikor már életében elért minden dicsőséget. Hamarosan meg is jelent az Epóduszok könyve című versgyűjtemény. Az epódusz nem egy költői műfajt vagy témavilágot jelentett, hanem egy versformát, amely alkalmas volt bármilyen tárgyú költemény számára. Horácius türelmesen kivárta, amit a nagy pártfogó előre tudott, hogy a politikától úgy húzódozó is fel fog lelkesedni, amint igazi lelkesedéste lesz alkalom. Ez is elkövetkezett. A földközi tenger másik oldalán még Antonius és Kleopátra volt az úr. Róma is egész Itália szorongott, mi lesz, ha a végső összecsapáskor ők győznek, folytatódik a polgárháború és folytatódik a véghetetlen vérengzés. A döntésnek el kellett következnie. Octavianus hajóhadának és seregének javával elindult. Róma aggódva várta a híreket, és végre jött a megnyugtató bizonyosság, Octavianus akciumnál döntő győzelmet aratott, Antonius öngyilkos lett, Kleopátra fogságba került, és ő is az önkéntes halált választotta. Ez Krisztus előtt 31-ben történt. Ezzel valósult meg Julius Cézár terve, az egységes, békés római világbirodalom. Cézár neve ettől fogva legfőbb hatalmat jelentett, mi császárnak mondjuk. A diadal hírére örömtáncokra kelt a római utca is. Horáciusz végre megírta a diadal ódáját. Nunk est bibendum, most inni kell. Így kezdődik az ünneplő és ünneplése szólító halhatatlan költemény. Majd Vergilius és Horáciusz az irodalom két élő fő alakja lett. Horácius élete ettől fogva a szakadatlan siker. Közügyé lett az a mértéktartás életmódban és véleménymondásban, ami jellemezte a költő életét és költészetét. Aurea mediocritás arany középút volt Horácius jelmondata, és az erkölcsi mértékké nemesült. esült. Kár használt ki a napot, ez lett a mértéktartó önzés aranyszabálya, és az annyiszor ismételt jelmondat, Dulce et decorum es pro patria mori, azaz édes és díszes meghalnia hazáért. Maradandó harci jelszó lett egy egykori katona szökevénytől. Horácius számos versora lett közmondás, vagy ismételgetett közhely. Formagazdagsága múlhatatlan példaadás mindenfajta költő számára. Vágyai közvágyakozások, megbocsátó humora, de leleplező szókimondása is magatartás eszményé lett. Eredeti bölcsek és unalmas álbölcsességmondók 2000 éves szakadatlanul idézik. Szerelmi költészete pedig a szenvedélytől a játékosságig minden érzelemárnyalatnak példákat szolgáltató. Szinte folyton szerelmes volt, ifjan is, éretten is, öregen is. De sohasem nősült meg. Elvileg nem volt hajlandó lemondani a többi nőről nagyon különbözik nagy lírikus elődjétől, Katullusztól, aki a szerelem lázas szenvedélyében élt, de különbözik kitűnő utódjától, Ovidiusztól, akinél a szüntelen szerelem játékos léhaság. Ő a szerelmi változatosságban is úgy használta ki a napot, hogy betartotta az arany középút szabályát. És közben az irodalomtudománynak mestereként tanítója lehetett a költészet véghetetlen nemzedékeinek – Idős fővel írt, levélnek fogalmazott, hexameteres tankölteménye az arszpoétika, a költői művészet, évezredekre példája lett ennek a sajátos műnemnek. A klasszicizmus 17. századbeli irodalmi törvényhozójára, Boálóra ugyanúgy hatott, mint a mi Arany Jánosunkra, aki megírta az oly fontos szakmai hatású költeményét a Vojtina arzpoétikáját. Horáciusz mindegyik nyugati irodalomba beépült, se szeri száma magyar fordításainak. A 18. században Virág Benedek, a mi századunkban Csengeri János összes költeményét lefordította, de számos költeményének tucatnyi magyar változata is van. Mondatainak nem kis részéről bárki azt hiheti, hogy ami saját közmondásunk. Ezer évek irodalmában, alig ha van nála élőbb költő. Quintus Horácius életéről a világirodalmi arcképcsarnokból olvastam. más míg veled éltem én, nálam megváltsam az életét, vállalnám Mama és szőkegó évelyen Hozzád kötne a vágy megint S ajtóm újra neked ennyi a virírián is csina a meg a bősz Ádria sem halabb, nád sem hajladozunk, de nézd, csak vélet tudok én hallni is élni is. Horáciusz bölcsességei ne bánd a holnap mit hoz. Akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és ne vesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét, s a táncot. Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken. Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel. Ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd, boldog életed volt. Nincs mi örök, ne reméld. Int erre az év, meg a perc, mely elviszi szép napodat. Még egy útmutatás, ha ugyan kell még a tanács. Nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként, hogy kicsadának. Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd. Így foganazd meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik. Holnap mi lesz majd? Azt ne kutasd. A sors ahány napot nyújt, vedd nyereséggyanánt. Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot. Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull, sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat. Nagy kérdés remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet? Balsors, ha súlytrád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. Az voltam, ami vagy. Az leszel, ami vagyok, írja sírfeliratában. A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki és őrzi eszében, mint amit elfogad és mire felnéz. Nyíl se talál be a cél kellős közepébe, ez vigasz. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét, ez egy bölcsesség. A társadalomról így ír. Nem csak a gazdagoké a világ fénye csodája. Legkicsinyebb védkét is mind megróljuk a jónak, ám ha a gaz követel súlyos bűnt, néma az ajkunk. Látod, mely rövid mulandó ez világ, elmúlik higgyed, mint szinte ez virág, mert nincsen benne állandóság, folyása néki, álhatatlanság. Ezt mondja az időről minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal. Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap gyötrő gondjait, keserült is enyhít a szelíd mosoly, maradéktalan, nincs üdv a világon. Légy erős lelkű, ha nehéz a sorsod, s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél szer fölött fújnád, agadó vitorlád, vont be a vásznát. Az élet semmit sem adott az emberiségnek, nagy erőfeszítések nélkül. A harag rövid ideig tartó őrültség. Horácius Thaliarkushoz Nézd a szoraktét, nézd magas orma, hogy ragyog fehéren. Roskad a hó alatt és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind beállott. Fűcs hát, hadd a a tél, Fűts jó keményen, s hozd ide két fülű kancsódat, és tölts bőkezőben ott taliárkusz a legjavából. A többit bízd rá, bíz az egekre, ha legyűrték a tenger kavaró vihart, megint feláll a karcsó ciprus, s nem csikorognak a fák a kertben. Ne bánda a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vett tiszta haszonnak és nevesd meg, ne kerüld barátom a szerelem gyönyörét s a táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre a mogorva vénség. Hívnak a versenyek, s ilyenkor édes sugdolózni titkon az alkonyi félhomályban, ilyenkor édes a kacagás, amely megmondja, merre bújt el a kedvesed, s a zálogú rabol gyűrű, mit a keze véd, de a szíve enged. Horácius ugyanúgy alkotta, hogy a magyar költők, azaz a látvány átemelkedik látomássá vagy filozófiává. A szorakte egy 700 méteres hegy a lakhelye közelében, s a havas hegycsúcsok látványa, a hó alatt erdős, a fagyos víz, ellentétben áll azzal a helyzettel, amelyben a költő szemlélődik. Ő ugyanis vígan borozgat társaival a fűtött villában. A harmadik verszak már fontos filozófiai mondani valót sejtett, a többit bízd az egekre. Az ember hagyja rá magát a sorsra, a természetre, hiszen semmi nem állandó, a fagy se, a vihar sem és a hideg sem. A negyedik verszak egyértelműen fogalmazza meg a kárpediem elvét. Éj a mának, légy jelenért, s a szerelem és tánc örömétől ne fozd meg magad, mert ott tenkedik a fiatalság nyomában, a mogorva vénség. Hiszen ezt mondja, ne bánd a holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak, és nevesd meg, nekerült barátom, a szerelem gyönyörítsa táncot, míg rá nem őszül ifjú fejedre, a mogorva vénség. Csak amíg lehet, addig kell élni, sportolni, s a szerelmi évődés izgalmának engedni a pogány költő filozófus a Leukonoéhoz című versében is megfogalmazza életbölcsességét. Leukonoéhoz Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szántak, mi jövőt isteneink. Kár Babilon sötét számításait is kérdeni, jobb tűrni, akármi lesz. Vagy még több telet is ad Jupiter, vagy soha látni már nem fogjuk, ha az ort téli vihar el a tengeren. Szűrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idő hosszan szőni. Amíg szánkon a szó, már tova tűnt a nap. Élvez, mit teheted. Holnapokat, leukonoi, ne várj. A jövő kutatása, a csillagjóslatok vizsgálása is helytelen, a tűrés nála központi fogalom. Az Aurea Mediocritas, az arany középút azt jelenti, hogy a sorsunk nem tőlünk függ, mert Jupiter vagy ad még több napot, vagy nem. A szűrd meg bölcsen a bort kifejezése arra utal, hogy az életet okosan kell élvezni, mértéktartóan. Amíg szánkon a szó már tova tűnt a nap, élveznünk kell az életet. Ez a költői kifejezés arra utal, hogy az élet milyen gyorsan elmúlik, ugyanakkor a pillanatot okosan kell élveznünk. A Licinius Murenához szóló költeménye több bölcs tanácsal is szolgál barátjának, és az utókornak is. Barátja, aki konzó volt, és mecénász sógora, Krisztus előtt 22-ben belekeveredett egy augusztus elleni összeesküvésbe, és ezért kivégezték. Ettől akarta megóvni Horáciusz barátját ilyen gondolatokkal. 1. Nem érdemes nyíltan küzdeni. 2. Az arany középút nem rejt komoly veszélyt, hisz sem a szegénység, sem a pompa nem szédítheti meg az embert. 3. Aki túlzottan magasra tör, nagyobbat zuhanhat. Így fogalmaz, égverő fenyvek sodarát, Sűrűben rázza a fergeteg. Továbbá a nagy torony és a hegyorom képe a gyors bukást idézheti elő a természetben és az életben egyaránt. Soha nem felejthetjük, szerencse idején, hogy ez forgandó. Továbbá semmi nem állandó, a baj sem. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az, vigasztal. Ugyanakkor a bátor helytállás, és a szerencse idején is megtartott szerénység nagyon fontos. Ezeket a tanácsokat azonban nem fogadhatta meg barátja, és ez lett a végzete. Licinius Murenához Jobban jársz, Liciniusom, ha nem törsz folyton a nyílt tengerek ostromába, s gyors szelektől tartva, nem óvakodsz a parti hegyekhez. Akinek szívében arany közép tart súlyegyent, azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Égverő fenyvek sodarát, sűrűbben rázza a förgeteg, recsegő a dől a nagy torony, s a hegyek legormát sújtja a villám. Jót remél a vészben, a jóban ismét fordulattól tart az előrelátó szív. Ahogy meghozza a télharagját Jupiter, épp úgy űzi is nem lesz, ami rossz ma, nem lesz folyton az. Ha hallgat a múzsa, olykor lantal ébreszti, s nyilait nem mondja mindig a polló. Áld helyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd. Viszont okosan magad vont össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád. A Melpomenéhez című ódájában Horácius büszke öntudattal vallja meg, a komoly hangú költészet mózsájának, hogy tisztában van költő jelentőségével. Nem titkolja el, nem szerénykedik, tudja, hogy egyre híresebb lesz az idő múlásával. Ő teremtette meg a görög költészet témáit és versformáit a római költészetben, és valóban nem szégyelte alacsony származását, és ezzel mintát adott az őt követő művészek büszke költői öntudatának. Melpomenéhez. Ál ércnél maradóbb művem, emelkedett emlékem, s magasabb, mint a királyi sír, és sem kabzsi vihar, sem dühös északi szél nem döntheti már földre, se számtalan évek hosszú sora, sem rohanó idő. Meg nem hallhatok én teljesen, elkerült téged síri folyó jobb felem, és nevem folyton fényesedik, míg kapitólium dombján megy föl a pap, s véle a néma szűz. Mondják majdan, ahol zúg sebes Aufidus, s hol pór népe fölött Daunus uralkodott tikkat földjein. Én zengtem először, én lentről jött, s meredek csúcsra jutott, görög verset római land Érdemet büszkévé tegyen, és fürtjeimet babérlombal melpomené áldvaj veszt körül. Az utalások Melpomeni a komoly hangú költészet, főleg a tragédia írás és a líra múzsája. Horácius az egyiptomi fáraók sírjaira, a piramisokra céloz, amikor azt mondja, áll maradóbb művem, emelkedett emlékem, s magasabb, mint a királyi sír. A kapitólium, Róma egyik dombja, itt volt Jupiter fő temploma, és így a kapitólium az egész birodalom szimbóluma lett. A főpapa Vesta szűz kíséretében mutatta be áldozatát. A Vesta, a házi tűzhely istennője, négy-hat szüzességi fogadalmat tett papnő látta el a szolgálatát. A délitáliai Apulia tartomány mondabeli első kirája Daunus volt. Aufidus Apuliai folyó. Dél-Itáliában született tehát Horácius, Venúziában. A magyar Horácius, Berzsenyi Dániel, a következő ódát példaképének, az ókori költőfejedelemnek szentelte. Berzsenyi Horác Zúg immár boreász a kemenes fölött. Zordon fergetegek rejtik el a napot, nézd a ság tetejét, hófuvatok fedik és minden bústelelésre dőlt. Halljad, flakkus aranylantja, mit énekel. Gerjezd a szenelőt, tölts poharadba bort, villogjon fejeden balzsamos kenet, melyet bengal a napja főz. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelid érzését kinezárd, még míg fiatalkorod boldog csillagat tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz. Légy víg, légy te okos, míg lehet, éj és örülj. Még szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl és zuhogó patak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották.